2021. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jézus, Te azt mondtad, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű. Máté evangéliuma, 11. fejezet, 28. bekezdés. Jézus, most hozzád jöttünk, hogy megtanuljuk tőled, hogy szelíd vagy, és velünk hordozod a terheinket. Add meg nekünk, hogy megnyugvást találjunk ma nálad. Első állomás. Jézust halálra ítélik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Pilátus azt kérdezi Jézustól, hogy ő a zsidók királya, amire Jézus azt válaszolta, te mondod, hogy király vagyok, én arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. János evangélium 18. fejezet, 37. bekezdés. De Pilátus már nem hallgatja meg, hogy Jézus szerint mi az igazság. Mennyit veszekszünk és vitatkozunk azon, hogy kinek van igaza, hogy mi is az igazság. Mennyi fájdalmat okozunk azon a jogcímen, hogy nekem volt igazam. Jézus, te azért jöttél, hogy tanúságot tegyél az igazságról. Az igazságról, hogy Isten szeret minket, hogy te akkor is szeretsz minket, ha ezért meg kell halnod. Add meg, hogy soha semmilyen vita közepette ne felejtsük el, hogy életünk legfontosabb igazsága, hogy szeretjük egymást. Könyörülj rajtunk, Úrunk, könyörülj rajtunk. Második állomás. Jézus vállára veszi a keresztet. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Jézus, te válladra vetted a keresztet, és nekünk azt mondtad. Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl a keresztjét minden nap, és kövessen engem. Máté evangélium 16.24. Most szeretnénk hallgatni a hívásodra, és felvéve életünk mindennapi keresztjét, életünk hétköznapi realitását, követni téged. Felvesszük keresztünket, az egymásról való elzártságot, a kötelező távolságtartást, az együttlét hiányát, a már-már elviselhetetlen maszkot, a magányunkat, az elhagyatottságunkat. Kérünk, add meg nekünk, hogy ez a keresztünk mégis hozzád vezessen közelebb. Könyörülj rajtunk, Úrunk! Könyörülj rajtunk! Harmadik állomás. Jézus először esik el a kereszttel. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Jézus, te ugyanolyan gyenge voltál, mint mi vagyunk. Nem voltál Superman, aki emelt fővel végigviszi a keresztet a Golgotára. Alig tudtál végigbukdácsolni. Ahogyan te megmerted nekünk mutatni, hogy milyen gyenge vagy, milyen elesett vagy, add meg nekünk, hogy ne féljünk most attól, hogy mi is megmutassuk neked, hogy milyen elesettek vagyunk. Szeretnénk most mi is megmutatni neked, hogy van, ami nekünk is túl nehéz, túl sok, amit már mi sem bírunk el. Könyörülj rajtunk, Urunk, könyörülj rajtunk. Negyedik állomás. Jézus találkozik az anyukájával.
Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Jézus, az anyukád ott van veled, amikor kivégezni visznek, mert ő az anyukád. Kérünk ma mindazokért, akik mellett nem állott az anyukájuk. Azokért, akik talán soha nem tapasztalhatták meg, mit jelent az anya szeretetteljes, támogató jelenléte. És kérünk azokért a nőkért, akik bár vágynak rá, mégsem lehetnek anyák. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk! Ötödik állomás. Cirénei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Jézus, Simon nem akart neked segíteni, kényszerítették. És 2000 éve megemlékezünk róla, hogy jó volt hozzád. Hiszünk abban, hogy az a szakasz, amit megtett veled, áldás volt az életére. Jézus, van, hogy nem szeretnénk segíteni neked, és nincs, aki kényszerítsen. Most szeretnénk neked ezt megmutatni, amivel kapcsolatban úgy érezzük, hívsz minket, de nem szeretnénk megtenni. Ha tényleg szeretnéd, akkor add meg nekünk az erőt, hogy mégis megtegyük neked, hogy a veled megtett lépés áldás legyen az életünkre. Könyörülj rajtunk, Urunk, könyörülj rajtunk. Hatodik állomás, Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Jézus, Veronika megtörölte az arcot, hogy elviselhetőbb legyen a szenvedésed. Nem tudott megmenteni, nem tudott meghalni helyetted, de megtette, ami tőle telt. Kifejezte, hogy szeretne segíteni neked. Megmutatta az irántad való szeretetét. Most szeretnénk megköszönni neked azokat, akik mellettünk állnak akkor, amikor nehéz. Akik bár nem tudják megoldani a problémáinkat, mégis a szeretetük jelét adják. Szeretnénk hálát adni most azokért, akik felhívnak minket, vagy ránk írnak, amikor egyedül vagyunk. Akik meghallgatnak, akik mellettünk kísírhatják magukat, akik kibírják, hogy szomorúak vagyunk. Kérünk, hogy áld meg őket. Könyörülj rajtunk, Urunk, könyörülj rajtunk. Hetedik állomás. Jézus másodszor esik el a kereszttel. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Nehézkedés. Jézus, van, ami olyan nehezen megy, mint neked feljutni a Golgotára. Már 1000-szer elmondtuk, és mi mindig nem érti. Vagy hiába mondták már el 1000-szer, akkor sem tudjuk máshogy csinálni. Van, hogy elegünk van, hogy még egyszer fel kell hívni, rá kell írni, rá kell kérdezni, hogy miért nem teszi meg magától, miért nem magától értetődő. Jézus, a keresztút ezen állomásán szeretnénk ezeket most letenni. Szeretnénk ettől szabaddá válni. Kérünk, érintsd meg bennünk a kimerültséget, a türelmetlenséget, a reménytelen várakozást, és add meg nekünk a te békéd. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk! Nyolcadik állomás. Jézus vigasztalja a síró asszonyokat. Imádunk téged, Krisztus! És áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Jézus, te azt mondtad a síró asszonyoknak, hogy ne téged sírassanak, ne miattad sírjanak. Most szeretnék eléd hozni mindazokat, akik miatt sírunk, akikért fáj a szívünk. Azokat, akiket gyászolunk. Azokat, akikért aggódunk, mert betegek, vagy azért, hogy nehogy betegek legyenek. Azokat, akiket már hónapok óta nem láttunk, és úgy hiányoznak. És azokat, akiket talán már csak nálad fogunk ismét látni. Kérünk, hogy áld meg őket. Könyörülj rajtunk, Urunk. Könyörülj rajtunk. Kilencedik állomás. Jézus harmadszor esik el a keresztre. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Jézus, felmerült benned, hogy nem fogsz tudni végigmenni? Hogy nem tudod végigcsinálni? Most szeretnénk idehozni neked, és letenni a te erős jobbodba és sebb helyes kezedbe mind azt, amivel kapcsolatban úgy érezzük, hogy lehetetlen. Hogy ezt már nem lehet jóvá tenni, ezt már nem tudjuk megbocsátani, vagy egyszerűen csak nem tudjuk megcsinálni. Ezt már nem tudjuk magunkban megváltoztatni. Szeretnénk ezeket a te irgalmadra és gyengétségedre bízni. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk! Tizedik állomás. Jézus megfosztják ruháitól. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Jézus, egészen mesztelenül feszítenek keresztre, egészen pucéron. Mindent láthatunk rajtad. Semmi sem takar. Ez a testi mesztelenséged azt teszi világossá, hogy abban, ahogyan éltél, és még inkább abban, ahogyan meghaltál, egészen megmutattad magad. Semmit sem takartál el előlünk. Szelíden haltál meg, veszekedés, vádaskodás és ellenállás nélkül. Egészen megmutattad magad, hogy számodra mi vagyunk a legfontosabbak, hogy az életednél is jobban szeretsz minket. Köszönjük ezt neked, Jézus! Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk! Tizenegyedik állomás. Jézust keresztre szegezik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Jézus, te fuldokolva haldokoltál a kereszten. Kérünk, ma minden haldoklóért, különösen azokért, akik hozzád hasonlóan fuldokolnak. Jézus, kérünk, áld meg mind azokat is, akik ott állnak a haldoklók mellett. Családtagokat, barátokat, az orvosokat, ápolókat, segédápolókat, önkénteseket. Könyörülj rajtunk, Urunk, könyörülj rajtunk. Tizenkettedik állomás. Jézus meghal a kereszten. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Jézus, te a kereszt haláloddal megmutattad nekünk, hogy ha választanod kell, hogy te halj meg, vagy mi halljunk meg, akkor inkább te halsz meg. De nekünk is meg kell halnunk, és mi nem tudjuk sem a napot, sem az órát. Jézus, ahogy most mi jelen voltunk a te haláladnál, legyél velünk te is a miénknél. Könyörülj rajtunk, Urunk, könyörülj rajtunk.
13. állomás. Jézus testét leveszik a keresztről, és az anyukája ölébe fektetik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Egy anyja halott fiával. Mária, Jézus anyja, járj közbe, és vigasztald azokat az anyákat és apákat, akik hozzád hasonlóan a meghalt gyereküket gyászolják. Könyörülj rajtunk, Urunk, könyörülj rajtunk. Tizennegyedik állomás, Jézust sírba helyezik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Isten befejezve munkáját megpihent a hetedik napon, szombaton. Jézus, te munkádat befejezve megpihentél, meghaltál a hetedik nap előestéjén, hogy az új hét kezdetén új reményt, váratlan örömöt hoz a barátaidnak. Mi most eléd hoztuk a megtörtségünket, fájdalmainkat, együttérzésünket. Add meg nekünk a hetedik nap békéjét, és áldj meg minket a te reményeddel, a te örömöddel. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk! Jézus, te magadra vetted a kereszted, az életed realitását, hogy meg kell halnod, és végigmentél a keresztúton. Találkoztál az anyukáddal, engedted, hogy Simon segítsen, hogy Veronika kimutassa irántad való szeretetét. Vigasztaltad a szomorkodókat, és bár nehezen, de feljutottál a Golgotára, hogy keresztre feszítsenek. Nem vádaskodtál, és nem fenyegetőztél, de még haldokolva is figyeltél azokra, akik ott voltak veled, és meghaltál. Jézus, most mi itt vagyunk veled, és rád figyelünk. Szeretnénk engedni, hogy te, az, ahogyan meghaltál, megérintse az életünket. Amen. Imádkozzunk! Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.